Köszönöm a szót, én először vissza szeretnék utalni az ebben a házban elhangzott korábbi parlamenti csörtére, ami Schmuck Erzsébet képviselőtársammal Cseresznyi és államtitkártól ezt a bölcsességet hallgathattuk meg. Azt mondta, hogy az, hogy a klímaváltozásnak köze van az emberi tevékenységhez, vitatárgyát képezi. Hát lehet, hogy önöknél ez vitatárgyát kép... Na hát, amennyiben nem ezt mondta, akkor nagyon örülök, hogyha ön elfogadja azt, hogy antropológiai okai vannak a klímaváltozásnak és az emberi tevékenység okozza. Akkor ezt se fogadja el, nem tudom mi az álláspontja, ezt majd biztosan lesz lehetőségeit kifejteni, a Fidesznek elég időkerete van. Mindenesetre az a helyzet, hogy mivel ön összességében azt tagadják, hogy a klímaváltozás okainak emberi tevékenység az oka, ez azt jelenti, hogy képtelenek egy olyan éghajlatstratégiát lerakni az asztalra, ami utána valami olyat tud kezelni, amit önök tagadnak. Tehát ez lenne a helyzet. A másik, amit szeretnék mondani, hogy a LMP azért sem tudná ezt a dokumentumot elfogadni, mert az atomenergiára épít, már pedig az a helyzet, hogy mi az atomenergia békés célú felhasználását sem támogatjuk. Nekünk az az álláspontunk, hogy ez egy veszélyes energiaforrás, egy olyan energiaforrás, amiről azt mondják, hogy karbonkibocsátásmentes, de ennek ellenére rengeteg olyan veszélyes faktor van benne, ami miatt nem támogatjuk. Lehet, hogy itt a parlament falai között ez viccesnek tűnik, de ha például Dél-Baranyában laknának egy ilyen hulladéklerakó mellett, akkor annyira nem mosolyognának a itt lévő 4 kormánypárti képviselő. Tovább szeretnék menni, ugye az, amiről például nem szól ez a dokumentum, az az, hogy Magyarországon minimum lenne egy zöld felület stop, abból a szempontból, hogy további zöld felületet ne lehessen kivágni. Tudjuk, hogy ennek az ellenébe tesznek mind a Városliget projekttel, mind például Győr környékén, vagy több vidéki projekttel is. Jelenleg Budapest az egyik legrosszabb az európai besorolásba abba, hogy egy állampolgára mekkora zöld felület jut, és ebből is európai szinten a legrosszabb Erzsébetváros, ahol 0,3 négyzetméter zöld felület jut egy állampolgára, ez egészen felháborító, ez önök alatt jelentősen csökkent, és ezt majd az önkormányzati választáson lesz lehetősége az embereknek megváltoztatni. Tovább megyek, van egy olyan dolog, aminek önök tudnának tenni, ami a külföldről érkező idegenek ellen tehetne, ezért illene az önök kormányzati kommunikációjában nem teszik. Olyan dolgok jönnek ugyanis Magyarországra, akiknek semmi helyük nincs, és amik most a globalizáció miatt jönnek Magyarországra, ezek azok, és a klímaváltozás miatt, ezek azok az invazív fajok, amik ellen küzdhetnének. Mindannyian tudjuk, milyen poloska krízis van Magyarországon. Ez egy kézzelfogható eredménye annak, hogy már elkezdődött a klímaváltozás, és ezért a biológiai sokféleség megőrzése, és például az invazív fajok elleni küzdelem egy olyan dolog lehetne, amit szintén ez a stratégia érinthetne. Tovább szeretnék menni, vannak még itt olyan alapvető dolgok, amelyek kimaradtak a Fidesz politikáról, annak ellenére, hogy megígérték. 2010-ben azt ígérték, még amikor ugye volt választási programjuk, hogy az épületállomány korszerűsítésre jelentős forrásokat fognak költeni, ez a mai napig nem történt meg. Ez lenne a klímaváltozás elleni küzdelem, és egyben a rezsicsökkentés egyszerre megvalósuló zöld rezsicsökkentési programja, hogyha az épületállomány sikerülne korszerűsíteni nyilászáró cserével, vagy esetleg más alternatív módokon. Ez nem történt meg, annak ellenére, hogy biztos vagyok abban, hogy tudnának olyan embereket találni, akik utána ezeket a tendereket ugyanúgy megnyernék, mint ahogy máshogy megteszik. Továbbá a agrárpolitikában is, bár itt ezt már képviselőtársam elmondta, hogy abban van valamennyi szó agrárpolitikailag arról, hogy mit kell a klímaváltozásnál tenni, a víz visszatartó agráriumban való átállást, illetve azokat a különböző GMO, illetve vegyszermentes agrár tevékenységeket tudna Magyarország védeni, folytatni, ami egyszer jó lenne azért, mert ez egy olyan mezőgazdasági piacot eredményezne, amiben egyedülállóak vagyunk a világon, tehát ez a magyar exportot is nagyon tudna segíteni, de ugyanakkor Magyarországnak a klímaváltozás elleni küzdelmében is nagyon ki tudna venni a részét, ha mi lennénk élen abban a folyamatban, hogy a mezőgazdaságnak a klímaváltozásra gyakorolt hatását csökkentsük. Én még annyit szeretnék itt elmondani, hogy bár mély izgalommal hallgattam a képviselőasszony hozzászólását, azért azt mondanám erről, hogy legutoljára, vagy a legközelebbi alkalommal, amikor ez a éghajlatstratégia a költségvetésre, vagy egyéb fontos törvényre konkrét hatást tud gyakorolni, ha jól értem, 2020-ban lehetne.
Na most akkor megint elvesztegettünk két évet, egy olyan dolognál, ami már itt van, egy olyan klímaváltozásnál, ami onnan lehet tudni, hogy már itt van, hogy meg lehet nézni, hogy októberben mikor szokott ilyen idő lenni. Tehát ez már egy eleve egy fontos dolog. És egy olyan dolog, amiről nemzetközi tudományos konszenzus van, hogy az emberi tevékenység okozza. Akkor is, hogyha Cseresznyés államtitkár úr azt gondolja, hogy ezt mondta, vagy azóta kitalálta már, hogy nem ezt mondta, akkor is... Végig fogom mondani, tehát nagyon örülök, hogyha ön úgy gondolja mégis, hogy emberi okai vannak a klímaváltozásnak. Remélem, hogy ezt az álláspontját át fogja verni a miniszterelnökön és a kormányon. Én örülök, hogy ön is csatlakozott ebben a szempontból ahhoz az egyre növekvő koalícióhoz, amit az LMP és most már a Nemzetközi Tudományos Konszenzus is jelent. És igen, remélem, helye van itt nálunk önnek is. Ebben az esetben azt szeretném kérni, hogy kormányülésen ezt nagyon aktívan képviselje. És arra még azért hadd térjek ki, hogy én legutoljára, amikor a klímaváltozás nagyon súlyos helyzetéről tanultam, én ezt egy egyetemen tanultam, aminek az a neve, hogy Közép-Európai Egyetem, akkor Illés államtitkár úr, az önök korábbi környezetvédelmi államtitkára tanította nekem a klimatológiai szakot, amiket itt elmondtam, azokat nagyon sok szempontból Illés államtitkár úrtól, kettő diplomát kapva tanultam meg a Közép-Európai Egyetemen. Köszönöm szépen!